karaktereit. Álló! Jézusom, Rafael, a szív vagy hoztad rám. Álló, szia igazgató úr, szia! Ne haragudja a zavarásé. Szervusz, Rafael, azt a kurva, nagyon hangos vagy rádióban. Nagyon hat életbe. Ó, jaj. Hú, de kiszakadt a fülem. Na! Mutkó meghalkoltam. Kölcsön kérem, valamelyik autót elugrok, akkor fodrászhoz meg valami szabadidőruhát. Jó, rendben, épp a rendőrséggel beszélek egy pillanat. Na, lecsuknak! Egy pillanat. Mi ez a tetve sok ember itt? Picit várjál, Rafael, légy szíves. Szervusz. Itt vagyok. Lenne egy olyan kérdésem, ez a csontos sámolja, vagy kicsit, ez mikor jön? Rendőrségem van jelen pillanatban. Ó, értem, és maga a... Igen. Pozíciót tölt be itt a cégre. Alkalmazotti pozíciót töltök be. Ó, sima alkalmazott, rendben. Csak már beszélgetni szerettük volna aztán. Nem sokára jön vissza. Egyébként, hogyha már lehet, itt vagyunk egymásnak, mi az a tetves sok ember itt már, hogyha szabad megkérdeznem? Még tudom én, le is szarom. Persze, így kell. Izébe vagytok, ugye? Rafival, mindketten szolgálatban vagytok, ugye? Rafi még nincs itt. De én is abban vagyok, csak éppen szolgálati ruhát vásárolok. Jaj, jól van, helyes, nyomjátok csak, oké? Okay. Természetesen a cégpénzén. Nyilván. Papucs kell. Volt itt ilyen papucs. Valahol. Ah! Mikor fog ez a dolog kezdődni már, hogyha szabad érdeklődnöm? Hát figyelj, az autót még éppen csinálják, én most egy Relog tablettát beveszek, mert nagyon ég a gyomrom, és hát igyekszem, amint tudok, mit tudom, visszamegyek innen a telepről egyből. Telepnél kell találkozni? Tessék? Van, a telepre menjek én is, mert most éppen ruhát persze. Vettem. Persze, jaj. Mennyire kell elegánsnak lenni, hogyha szabad kérdeznem, igazgató úr? Figyelj, igazából sem ennyire, mert... A kurva anyját. Akkor ilyen melegítőben jó leszek, nem? Milyen hajra gondoltál, igazgató úr, mikor említetted, hogy fodrászt meg kéne látogatnom? Ajaj, valami durvát csináltál? Hát nem, ilyen szolidat, vagy kopasz legyen esetleg? Hát kopasz szerintem egyáltalán legyen, valamit csak ki lehet hozni abból a borzalomból. Hát jó, akkor egy kicsit póthajat, mert nagyon rövidre vágattam, de te rakatok hozzá. Más. Szép jó napot kívánok! Jézusom! Minden éjjel a kétenek a fos BMW-t. Rafael, várnál a kicsikét? Persze! Gyere Bobby, hagyd őket a bánatba, megyünk!
Gusz Emil. Sötét. Van egy kis téli szagyom. Ne hiszem, ne hiszem. Na gyerünk. Mindenki betöltötte magát? Igen. Hova szeretnétek érkezni? Lehetőleg a földre. Homok, homok, homok. Jó, akkor kimegyünk Sandybe. Na uraim. Kimegy először, srácok. Emil, hajrá. Lehet egy dedalon, de kéne még vennem nekem. Pohár vizet hozott esetleg valaki? Nálam van üdítő, szeretnél egyet? Nem, nem szeretnék. Valami töményebbet szeretnék, nem tudom. Ebben, tehát ez sajnos most nincs. Nálam van, jó van. Akkor öveg. Ugrászok fölkészülni. Baszd meg. Hát, hogyha minden jól alakul, ugye, és nem zuhanunk úgy. Lesz utoljára? Igen. Nem, 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 én nem tudom. Én lehet, hogy megyek először. Na, akkor. Na jó, három. Nézzük. Kettő, egy, szavaztok srácok! Csak nyíljon ki neki a szájt. Igen. Ne felejtsd el, kar meghúz, céloz és megnyom a kicsi vizé billentyű. Megvan. Nagyon jó. Hát akkor lehet, hogy én is kiugrok. Jó. Tehát... De a kiszálláshoz is az F-kart kell itt meghúzni az ajtón. Pontosan. Nem fog egyszerre kinyílni? Nem. Nehogy rosszkat. Jó, akkor megyek. Tehát akkor F-kar, célzás, és akkor minthogyha... Igen, és minthogyha lőnél egy fegyverrel a kis... Aztán pedig csak hátra sétálok, utána meg előre, jó van. Pontosan. Jó van, akkor ugrok. Na. Jó van. Geronimo... Easy Rider, öcsém! Emil, jól vagy? Egyelőre úgy látom, hogy mindenki rendben van. Akkor jó. Ezt leszuhan? Repült a papucsom! Akkor óvatosan ne, hogy kaktusz közelébe érkezz. Most landolok le! Behúz! Ah! Megvan! Hú! Kicsit rázós volt a leérkezés, de jó volt. Azokat nem is látom. Ja de, már látom. Propellerre vigyázzatok, srácok! Emil, de jól lettem, hogy a Sandy túlszélére szálltál le? Igen. Jól vagy? Mi történik? Tűz? Emil, jól vagy? Jó van, leérkeztem. Működik még ez a szar? Működik, működik. Meg vagy? Hol vagy? Jövünk érted? Most éppen egy tóba gyalogolok. Szerencsére vízálló.
Látod a helikoptert? Madarakat látok. Hogy sikerült ennyire félreugranod? Éppen próbáltam levenni a papucsomat, csak lerepült magától. Szóval jutok innen vissza? Jövünk egy helikopter, itt a parton járunk éppen, keresünk téged. Északi vagy déli parton vagy? Észak-kelet. Észak-kelet, aha. Integetek. Ott vagyok. Itt mentetek el mellettem, parasztok. Repültünk fölötted? Na most közvetlenül mellettem, igen, még éreztem is a szelet. Ja, itt integettek. De én nem láttalak speciál. Parton vagy? Most közvetlenül velem szembe vagytok, itt integetek. Látunk, látunk, jó. Szevasz, te állat! Levizi a hajamat ez a szar. Igen, jó, jó döntés volt. Ez szerencsére nem egy túl bonyolult dolog ez. Hát nekem elég durván mínuszosba jött ki ez a dolog. Na miért? Hát lerepült a papucsom. És miért ment, ha kaptál egy 10.000 forintos ejtőernyőt? Szerintem pozitívba jött ki a dolog. Hát és most az ejtőernyőbe gyalogoljak? Vagy hogy van ez? Csinálhatsz belőle egy új papucsot? Első élménynek milyen volt? Zseni, én nagyon imádtam, nagyon jó volt. Azt hittem, hogy palfaszkodni fogok, mint az Emil. Hát köszönöm szépen. Igazán nincs, tehát figyelj, háromszor el lettek volna az instrukciót. El kellett volna négyszer is, hogy jó legyen. Ja, igen. És lehet tudni, mit keresünk? Papucsomat? Esetleg? Maybe. Bár mondjuk az egy kicsit nehéz lenne megtalálni egy helikopterbe. Hát azért meg lehetne próbálni, mert nekem azért nem volt annyira olcsó. Ezért a kép mennyivel tartozik? Hát egy papucsal nekem, ugye. Tudod, ez a jó, oké, elfogadom, biztos hétek mindenki a papucsot. Villanyoszlopra azért vigyázzunk. Ja. Szépen. Nagyon. Hát azért mondd velünk, hogy nem tudom. Tényleg elhagytad a papucsodat. Hát szerinted ilyenekkel szoktam viccelődni? Ez olyan vicces dolog? Én nálad már... Ne, abszolút nem vicces dolog, de én nálad már nem tudom, hogy mi van, hogy van. Mert le akartam venni, hogy betegyem a nadrágomba, hogy hát onnan nem repül ki. És az asszonykád végül válaszolt amúgy, vagy felvette? Nem vette fel, már egy ideje letiltott engem. Férjét próbáltam, de az sem érhető. Van férjed? Így van. Na, kérdés, hogy mikor legyenek az utak? Mit szólnál mondjuk a szerda péntekhez? Mondjuk heti kettő, azt szerintem elég. Az hibátlan lenne. Az üzemanyagot azt álljuk mi, de ahogy néztem, igazából sok most egy ilyen erdőzésnél nem fogyott. Emil, addig szorakoztasd a vendégünket, mindjárt jövünk. Milyen vicces ember vagyok? Bobikám, téged hívtak. Gondolkozik. Bobi lefagyott. Neki sok volt az info. Na, Bobby, alszik vagy mi? Igen. Én elmegyek a kínaiba. Mindjárt jövök. Menjél csak, jó. Tessék parancsolni.
tessék. Bocsánat, éppen írtam a szerződést a Huey-val. Én éppen eljöttem fürdeni. Itt vagy a cégnél? Persze. Kérlek, gyere be. Kicsit beszéljünk már erről a mai stílóról, meg úgy. Ki vagyok rúgva? Nem, dehogy is, még nem. Nem. Akkor kérdések itt egy törő között. Megyek. Na itt vagyok. Nos, fel, mi ez a ruhaszett? Ezt örököltem. Figyelj, gyönyörű, eszemben sincs neked megmondani, hogy miben öltöz. Szolgálatban vagy, akkor azért elvárom, de ahogy mondtam is a felvételi eljárás során, elvárom azért, hogy elegánsba öltöz. Természetesen a mai program az egy ilyen kivételes eset volt, mert tesztüzem volt, de... Bocsánat. Figyelj, ez... Nem akarok megbántani, mert persze szabad országban élünk, meg stb. Ízléstelen az az öltözet teljes mértékben, főleg a cégen belül az a helyzet. Szóval sajnos arra kérlek, hogy ezt csináld vissza, öltöz át, amikor dolgozni indulsz. Utána az öltöző szekrényedben ez a szett nyugodtan bent maradhat, amint leteszed a szolgálatot, nyugodtan abban mászkálsz, amivel csak akarsz. A hajadat még meg is maradhat így, ahogy van. Na de várjál, most nem dolgoztam. Szabadidős tevékenység volt. Szolgálatban voltál, nem? Hát persze. Hát az munkának számít. Jó, figyelj. Ez most de egy... De most öltönyben nem fogok tudni ugrálni. De ezzel semmi baj nincs, nézd meg, én is kibe vagyok. Tehát ez sem elegáns, hogy be én vagyok. Hát ez sem elegáns, tehát... Na várjál, bocsánat, ezt fel kell vennem. Messze, hogy fel kell. Mi a faszt akarsz, mondd meg! Jézusom. Igen? Köszönök. Hát köszönjé! Ilyenkor közavarni? Miért? Mi van? Szerinted nekem nincsenek dolgaim? Miért vagy ilyen ideg? Te fő leszül jelentve. De mi a bajod? Te bejössz a házamba? Erről beszélünk. És csak fel akartalak hívni, hogy... Szakadjál le a motorról! Bocsánat. Unok a testvérem hívott. Hát én azt értem, de ezeket tényleg a saját szabadidődben hagyatkozunk arra, mert tényleg elképesztően kellett. Nem akarok beleszólni a te magánéletedbe. Nyugodtan öltöz ilyesmibe, de csak nem a cégen belül. Segítünk rajta, jó? Figyelj! Önben. De ne vetkőzz le előttem, még szíves, azt mégsem magam, nem akarom, mert ismerem, mert ez lett volna a következő. Jaj, bocsánat! Ölej meg, gyere! Drága már! Szedd már össze magam! Drága jó nagyapám, ebben halt meg! Ebben lett eltemetve! Ebben a ruhában? Ebben! Igen, én szedtem le róla! Aztán apám is ebben halt meg! Én ezt értem rá. És én is ebben fogok! Nagyon sajnálom, tényleg. Egyszer nem mostam ki, csak azért, hogy benne maradjon a DNS a nagyapámnak. Ezt értem, Rafael. Én csak annyit kérek, hogy fogadd meg azt, amit mondtam neked. Mondom, nyugodtan hord ezt bármikor. Akár még akkor is, amikor leteszed a szolgálatot. Tényleg, nyugodtan, abba mászkálsz, amiben csak szeretnél. Ez vigyem ebbe az utolsó fuvaromat? Nem akarlak kirúgni, mert jó munkaerő vagy, de múltkor is megismertek, például a hajóút lebonyolítás korát, és a hétvégi hajóutak is jól sikerültek, mint ahogy mondtad, meg láttam, hogy a limuzinosztál is számlát is állították ki. Tehát jó munkaerő vagy, nem akarok tőled megválni egyáltalán, csak a stílusodon egy picikét csiszoljunk, jó? Tehát mondom, tényleg itt bent, tarts itt bent, én is ezt csinálom, tarts itt bent egy elegáns ruhát, egy szettet, öltözz át, nyugodtan jelenj meg így, bár mondjuk annak sem nagyon örülök, de öltözz itt át. És utána vedd vissza ezt nyugodtan, és akkor mászkálj nyugodtan, amelyre csak szeretnél. Hát én már egy hete itt fogok. Ja, te itt élsz? Hát ott van. Azzal semmi probléma nincs. Ott van bent a gázvezsó a izé mellett. Nagyszerű, nem, azzal semmi baj nincs, mert van itt hely bőven. Tehát hogyha itt élsz, akkor kényelmesen nyugodtan legyen így. De ezt a szettet, ezt tényleg gondold át, légy szíves, nekem is van egy ilyen kis melegítő szettem, hogyha ilyen szituációk lennének. De azon kívül van egy elegáns szettem, és az a ruha, amiben eredetileg voltál, az tökéletesen elegáns volt, tényleg az... Semmi probléma nem volt. Ezt Szabadkára hoztam. Tehát nekem az mindegy, hogy milyen márka jó, vagy milyen minőségű, mennyire nem az, mennyire az, totál mindegy. A lényeg az, hogy jó, mert biztos távolságból elegánsnak tűnő szett. És ez nem az, sajnálom. Tehát értem én, hogy ez egy családi probléma. Ne gyere közelebb, légy szíves. Úgyhogy légy szíves, ezt tartsd. Mondom, a hajat nyugodtan hagyjad, az engem nem is zavar, hogy neked ez kényelmes és tetszik. Még a szemüveg is maradhatsz, hogy nagyon szeretnéd. Ez a jövőben látó szemüvegem. Még mindig csinálod ezt a dolgot? Persze, hoztam is a jóskátyát, mert azt akartam, hogy most így, hogy kitárulkoztál, felszabadultak az energiáid, és akkor én most jósolok neked egyet, mit szólsz hozzá. De ezt lehet, hogy nem... Nem kívánságműsor, az a lényeg.
De csak legyen már beleszólásom, hogy szeretném-e vagy nem. Kiterítem akkor ide a kártyáim. Ne, légy szíves, ne bontakozz ki, nekem sajnos... Nem. Kell, nekem távoznom kell sajnos a városból. Már voltam, sokat voltam. Sokat voltam. Sokat voltam, úgyhogy ha gondolod, akkor állj be fuvarozni. Egy átöltözés követően. Már azt hittem, hogy elfelejted. Nem felejtem el. Figyelj, csak arra gondoltam, egyébként Bobbyval ezt nem beszéltem meg, de valószínűleg a jövőben fogunk felvenni embereket. És az az elképzelésem, nem tudom, te ehhez hogy állsz hozzá. Hogy előléptetsz, persze, azt elfogadom. Nem, ja. nem erre gondoltam még egyelőre, egyik előtti léptetve így is, plusz még fizetés emelést is kaptál, úgyhogy most egy darabig nem nagyon szeretném hallani a hangot ezzel kapcsolatban. Jó lenne, hogyha aktívan lennének mindig sofőrök, de mondjuk általában egyszerre csak egy. Te hogy láttad, hogy amikor te fuvaroztál, egy ember elég volt rá? Hát még sok is, úgy mondom neked. Még sok is, aha. Hát most figyelj, 15 percenként jön 2 telefonhívás, azzal én most mit csinálok két ember? Hát igen, de hát ugye közben van egy fix fizetés, úgyhogy ez belefér egy kis üldögélés szerintem pénzért. 6 és 9 vagy 7 és 10 között legyen mindig sofőrünk. De erre mit gondolsz? Veszünk mit tudom, 4 sofőrt melléd, és akkor mondjuk mit tudom én, lesz egy ilyen időbeosztás, hogy ki mikor... Na de várjál. Várok. Most akkor én, mint alapítótak, mint társtulajdonos, mint jó barát. Igen, ebből egyik sem igaz, de mondjad. De a jó barát, meg társtulajdonos, meg alapítótak igaz. Igen. Hát itt voltam, végig. Jó, igen, elfogadott, persze, hogy elfogadott. Mondjad, igen. Ha főveszel 4 sofőrt, azok pontosan ugyanolyan rangúak lesznek, mint én. Most tehát én nem mondhatom meg, hogy mit csinálj, legalább egy műszakvezetőnek léptessé már elő. Értelemszerűen ez így működik, te lennél a vezetőjük természetesen. Hát ez a minimum. Így van, de ez azzal is jár, hogy attól függetlenül neked is lenne egy napod, amikor le kell nyomni ezt a 3 órás műszakot. Jó. Várjál, először maradjunk ennél a szerdapéntek. Szerdapénteken te tudnál lenni mondjuk 6-tól 9-ig, vagy 7-től 10-ig? Hát vagy 9-től 12 óráig, már ez délelőtt van. Ez attól függ, vagy mindentől függ, sok mindentől függ. Ez este, hát akkor este. Akkor a legforgalmasabb a város. Szerinted mi mondtam a délelőttet? Na, a hétvégével kapcsolatban mit szerettem volna mondani? Ja, hogy ezek a hajóutak kicsiket rossz időpontban vannak. Azt mondod? Hát 4 órakor nem minél, hogy bárki is a verőfényes napsütést akarná nézni. Illetve kevés ember van még így hétvégén is, és én sem fixen tudnék mindig lenni. Aha. Anyámhoz járok az izébe, gyára, vissza. Ja, értem. Hát figyelj, akkor mit javasolsz erre? Hát olyan 7 órától. Akkor még nincsen teljesen sötét, hogyha jól tudom. És akkor akár egy naplementével szerintem az ilyen romantikus tudna lenni. Jó, volt valami 180 ezeres számla. Az mi volt? Az ilyen 3 óra, vagy mi 4 órás? Az nem, az egy 1 órás limuzin út volt, plusz egy ilyen kezelési költség. Mi az a kezelési költség? A kórházigazgatót és a nejét vittem el úszkálni, csak a hölgy belefulladt a vízbe, úgyhogy a kórházigazgató mondta, hogy egy kicsivel természetesen fizeti nekem a pszichológusomat is, hogy ő tudjam dolgozni a történteket. Ó, értem. De akkor azt viszont... jó, mindegy, azt... jó. Igen. Szükséged van erre a kórházi kezelésre? Nincs. Nincs, ezt én csak azért kértem, hogy minél többet ugye. Ja, értem. Jó, nagyon rendben. Jó vagy. Akkor az viszont ugye, hogy jól számolom, akkor az 120 ezer lett volna? Limuzint, a bérbeadást fél órára számoltuk, ugye? Fél órára számoltuk, 1 óra lett belőle, plusz ugye ez a kis dolog még elé. Jó, mindegy, nagyon jó volt. Látom, a kiállítás is tök jól megy neked. Hát persze, nekem minden jól megy. Nagyon jó. Én precíz munkát végzek. Azt egyébként mondom, ez az, amit tényleg elhiszek neked, tehát ez 100%-osan így van, tehát azért mondom, nem akarok tőled megválni semmiféleképpen hát, sem. Hát, persze, hogy... Igen. Sőt, lehet, hogy majd még egy fizetés emelés is fog majd... Ne fizetem is emelést, egy külön rangot szeretnék kérni, mint műszakvezető. Rendben, akkor ezzel kapcsolatban... Fizetés engem nem érdekel, hidd el, jól élek. Ja, értem. Tehát nekem fizetik a villanyt, az áramot, a vizetet, most... Aha. Jó. Már mit ti fizetitek, mert ugye itt lakok. Ja, igen, biztos volt. Jó. Figyelj csak, Emil, akkor ezt tisztáztuk, hogyha... gond lenne neked ez a sofőrözésre, vagyis forrazásra, akkor szólj, és akkor lassacskán elkezdünk majd még embereket keresni. Addigra meg te meg már meg lesz a műszakvezető rangban. Rendben van,
komplikáltabb szót kitalálok rá aztán. Rendben. De ne csak egy sima műszakvezetőre, nem bótos vagyok én. Ha jó utat múltkor sikerült egyébként egyedül is levezényelnem. Csodálok hozzá. Hát köszönöm szépen, ezért mondtam. És akkor mindenki aláírattad a papírt? Mindenkivel aláírattam, egy ember az kiszállt a parton, az úgy döntött, mert elmondtam, hogy nem vagyok profik, így az úgy döntött, az kiszélt jutott a parton, úgyhogy az nem jött. De nem adtam vissza a pénzt neki, úgyhogy... Na jó van, az a lényeg. Jó van. Még valami? Ennyi lett volna. És akkor tényleg a ruhá, az öltözködés, az légy szíves, az nagy tiszteletben. A hullát, hogyha nem probléma, lehet, hogy behoznám ide. Probléma, azt ne hozd be. Mert a házat éppen árverezik, aztán nem akarom ott hagyni. Akkor rakd be abba a konténerbe, amiből kivettük egyszer. A dobozba? Dobozba, igen. Hát abba van. De akkor rakd oda a kocka, a miért tököm az a cyberbarhoz. Csak nem akarom, hogy ellopják. Lehet, akkor elhambasztom, aztán valamelyik, ha jó úton szétszorom a hambait. Az még akár működhet is, persze. Csak akkor szeretném a rokonságot, hogy mindenkit meghívni. Természetesen örülnék, hogy te meg a Bobby is eljönne, mert sokat... Te álltál a szívéz a legközelebb, már amikor raktuk be az autóba. Vagy a naplementében, valami szép helyen. Mondjuk a Moncsiliát tetejére fölmegyünk hajóval, aztán megoldjuk ezt még. Megoldjuk. Túl gondolni a dolgokat. Persze. Na jó van, Emil, akkor jó munkát, hogyha jössz még ma. Hát visszaviszem a parókát, aztán jövök. Jó, mert csak bérlem. Az a sajátom, ezt örököltem. Mondom, a dédnagyapámtól ebbe halt meg mindegyik. Azért vettem föl, mert én is ebbe akartam meghalni. Azt hittem, hogy nem fog kinyílni. Igen. De, hogy nem teljesen biztonságos. Na jó van, jaj, majdnem Hughie-t mondtam. Jó van, Emil. Jó munkát akkor a továbbiakban. Neked is, Bobby. Köszi. Szervusz, Raffel. Hello. Állom. Nyugodtál? Nem. Nem nyugodtam le. Mi a bajod? Pénzre lenne szükségem. És pedig? 500-ra. Mire? 500, nagyon sürgősen. És miért? Temetésre. Az minek neked temetésre pénz? A Gusztávot akarjuk eltemetni. Ó, arra nem kell pénz. De gyelöletlen sír, ha tökéletes lesz neki. Nem lesz tökéletes az. Figyeljem. Eltemetitek, aztán majd kap egy koporsót valamikor, nem tudom mikor. Ez az nem így működik. A múlóhoz pecázni, aztán majd nem tudom. Gyere, hogyha gondolod, mert egyébként ezért kerestelek. Ja. Van el kedved pecázni egyet velem. Hát én a halat nem fogom meg. Nem fogod. De mit? Mivel? Mire mész? Vagy hogy van ez? Mit szoktak ilyenkor mondani? Úszóval, vagy fenekezővel, vagy mit? Fenekezem. Fenekezzel. Szoktam. Igen. Csak úgy szoktam. Hát én is már, amikor eljutok odáig, meg ki se látok a munkából. Jaj, gondolom. Te aztán kibaszottul munkás ember vagy. Hát igen. Műszakvezető vagyok. Persze, majd el is hiszem. Most lettem előléptetve. Héten valamikor összefuthatunk. Jól van. De nem felejtettelek el téged, jó? Maradjunk annyival. Jól van. Fölvett téged a kamera. Jól van. Akkor betörtél a házamba. Milyen? Miről beszélsz? Láttam ám. Fölvett mindent a kamera. Úgyhogy ha nem fizetsz, ő lesz ő jelentve, ebbe biztos lehetsz. Megnézem azt én. Na jól van. Megyek a rendőrségre, úgy föl lesz ő jelent, hogy te olyat még érte, nem látta. Hát menjél. Hát föl lesz ő, abba biztos lehet el. Fővett a kamera mindent, kipakoltad az aranyat, a hűtőt. A kamerától, na jól van. Legyél jó, aztán... Meglátjuk ki nevet a végén. Meglássuk. Na, szervusz. Köszia. Álló. Álló. Igen? Mennyiért vannak ezek a limuzinnal a fuvarok? Hát fél óra 60 000 csurint sofőrrel. Miért vinnél így fél órát, hanem egy ilyen 15 percet, hogy beszélgessünk itt a haverral, baráttal? Hát a legkevesebb élési idő fél óra. Vagy az a legkevesebb? Így van. Nézze, gondolj át, aztán hívjon vissza. És tépej, jöttem, visszhalt. Jó.
Igen? Halló? Ott az úr. Dik. Halló. Nem tudjuk megbeszélni a 40-ért. Nem tudjuk megbeszélni. Nem. Nem a piacon vagyunk, hanem ez egy cég. Itt fix árakkal dolgozunk. Tehát. Tessék? Egy másodpercet szeretnétek. Akkor mi lesz? Jó, letelt. Oda megyünk a cégetekhez, aztán ott megbeszéljük, jó? Mi az, hogy ide jöttök, azt megbeszéljük. Úgy értve, oda megyünk, aztán onnantól majd lehet fuvarozni. Hát, hogyha lehet, akkor... Édes Istenem! Hát ez nem hiszem. Tiszteletem. Tiszteletem, jó napot, elnézést, csak sok idióta. Igen. 11 személyre szeretnénk kérni limuzinokat. 11? Nem. Faszégyom ez ki. Pamél. Igen? Igen. Faszén nyomsz ki amúgy. Tiszteltem, jó napot, harmadjára is. Tiszteltem, harmadjára is. Most akkor 11 személyre tudnál limuzint küldeni? Hát, bázd meg. Halló? Nem megy a hangod valamiért folyton, nem hallak. Hát mert kigyomod a telefon, barátom. Nem, úgyhogy nem hallak valamiért. Akkor lehet, hogy nem beszélek? Tudom. Na, igen? Annyi, hogy idejövünk a cégetek, vagy nem tudom, idejövünk és innen szeretnénk lehet a fuvart. Lehet, hogyha lehet a... Apák a faszát. Halló? Itt vagyok, csak én nem te hívásba vagyunk és te hívsz. Nem voltunk hívásba. Nem hívásba voltunk. Igen? Itt vagyunk a cégnél. Melyik cégnél? Cégeteknél. Amelyik cégünknél? Már hogyha szabad kérdeznem. Ugyanis ez a térképen nincsen megjelenítve. De megyek oda, vissza. Üdvözlöm. Jaj! Elnézést. Jaj! Jaj, jól van. Jaj! Na. Hall engem, uram? Igen. Barátja azt gondolkozik? Igen. Igen. Még meggondoljuk, hogy mit akarunk. Tehát ezért rángattak engem ide. Visszajött az ismerőse gondolkozásból. Igazából is, hogy ameddig fog ezt tartani. Tehát akkor milyen munkáról is lenne szó? Olyanra, hogy maga ugye vezet, és akkor én ott magam mellett ülök, és egy gyors kocsival, tehát hogy vele úgy rendőrök elől lehet menekülni. És miért kell rendőrök elől menekülni? Hogyha az ember, akit éppen ott kifosztok, az el kéne menni. Nézd, és hogyha én ezért följelentem magát, akkor mi fog történni? Hát akkor elmegyek. Hát de a kamerák fölvették. Hát igen. Ezt nem, hogy hova megyek. Hívnak. Szép napot az úrnak, Szolendel Elvira vagyok. Tudnám egy kicsit zavarni egy pillanatra? Hogyne. Nem a limuzinnal kapcsolatban érdeklődnék már, ha maga ugye a csontos transzelnek az embere, gondolom. Így van. Egy fuvart szeretnék kérni esetleg magukhoz. Tudna valaki értem jönni? Hogyne, el tudok én ért menni. Honnan? A Cyberbartól. Rendben, úton vagyok. Jó, oké, köszönöm szépen. Érden, köszönöm, vissza. Vissza. Nézzék, nekem dolgom van, mennem kell, hívjanak, amit kitalálták. Üdvözlöm, megérkeztem. Hol
hátsó parkolóba vagyok. Jövök. Rendben van. Jó napot. Szép jó napot. Maga lenne akkor a... Hát én lennék, igen. Jó, oké. Akkor esetlegesen... Magyar testvérem, vigyázz! Szálljon be, megyük mindjárt! Jó. Hát hogy vagy? Mi újság? Hát jó vagyok, hát ügyvezető igazgató vagyok. Hol hát? Csontos transferné. Ne bazd már. Belettem protezsálva, úgyhogy én ne viszem a céget. Hát olyasmi. Várj, én meg szomjan halok. Na. Iszó, eszel, minden rendben? Eszek, persze, figyellek, igen. Na, csipog a telefonom, amikor vinni kell be folyadékot. Aha. Fél óránként 2 decit. Igen? Igen. Na jó, rég láttalak tényleg. Hát így van, rég voltam. Na jó, van. Mennyi ám nem zavarlak. Jaj, hát te sose zavarsz. Vagy. Persze, sietek, nehogy itten kirúgjanak engem, majd beszélünk. Jaj, jó van, na jó legyél, szia! Szervusz! Elnézést. Semmi probléma. Barátokkal beszélgetni mindig is jó dolog. Igen, igen. Főleg, hogyha barátokkal beszélgetünk. Na, hova mehetünk? A csontos transferhez akkor. Így van, persze. Igazából nem fedett céllal, azért szeretnék oda menni, hogy esetlegesen beszéljek valakivel, aki úgymond magasabb rangú, mert érdekelne a munka, hogyha van felvételi, és annak menete. Hát nézze, hát, igazából állok rendelkezésére. Jó, oké, tehát ha esetlegesen lehet magukhoz valahogy valamilyen módon jelentkezni, sőt, esetlegesen hosszabb munka, jajaj. Picit is rendőr, az igen. Jaj, még nem láttam ilyeneket. Igen? Én sem. Tehát hosszabb szerződéssel mondom azt, tehát hogy mit tudom én, 1 éves szerződés, 2 éves szerződésre gondolok. Lehet-e ilyeneket csinálni magukkal, akkor szeretnék magukkal úgymond ezügyben beszélni. Mint ilyen Uber-sofőri tapasztalattal rendelkező ember. Hát nézze, jelen pillanatban nem keresünk embert, viszont erősen gondolkozunk, hogy kellene ember. És nyilván emberekből is megválogatjuk, hogy két, tehát nem egy akkora cég vagyunk, hogy minden idiótát fővegyünk. Hát nem mondtam én is, hogyha van lehetőségre, azért kérdeztem. Tehát, hogyha esetlegesen kellene maguknak olyan aki úgymond tudna maguknak rendben. Tehát nem azt mondom, maguk majd eldöntik, hogy milyen, hogy dolgozok, de azt mondom, hogy próbálom minél kezni a munkámat, érti, akkor igazából ez lenne a koncepció nekem. Hát fáradjon be az irodámba, és ott a részleteket megbeszéljük. Tessék parancsolni. Próbálok, hú, de szép hely amúgy. Kávét esetleg? Ismerésem. Köszönöm, elfogadom. Mondjuk egy WC-t meg tudna nekem? Rendben, onnan tud vásárolni kávét. Jó. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. És ha a WC-t meg tudom, tovallett, persze, és kövessen. Kell használni a mostanság valahogy ennyi többször kimegyek WC-re, érti? Aztán persze, nem tudom, prostata gondok. Értem. Azaz. Na hát ide jön a WC-hez, és akkor telefonján tudja rákeresni arra, hogy per e-pisi, ja. itt beírja, itt megmutatja a telefonkészülék, hogy kell helyesen a mosdó használatot végezni. Ja, okay. Rendben, kint várom. Itt tud majd kezet mosni, meg fertőtleníteni. Köszönöm. Ajánlom figyelmébe. A kézmosás is megvolt. Na. Tehát akkor gyors megiszom a kávémat. Itt az irodám. Itt foglaljon helyet. Köszönöm szépen. Nos. Na. Tehát én, mint interkontinentális szállítmányozási üzletág vezető, azt tudom önnek mondani, hogy nagyon hosszú távra tervezít a cégünknél? Hát próbálnék minél hosszabbra, minél jobban megfelelni maguknak, inkább ez a célom. Ameddig megfelelek maguknak, addig maradok, amikor már nem hosszom. Hát. Tehát én nekem ez a aha, feltételem, jó van. Úgy jönnék dolgozni, minél jobban megpróbálok maguknak felelni. Ha nem felelek meg, persze igen. Az ugye szívük rajta, meg hát jobb. Hát igen, nekünk elég nehéz megfelelni, tehát itt azért van a követelmény. Addig dolgozok, ameddig maguknak kell.
Persze, így van. Hát hogyha nem kell, akkor megkirúgjuk, ilyen egyszerű. Milyen néven mentettem el az urat? Mit mondott meg kicsikét? Milyen néven menthetem el az urat? Már elnézést, nem akarok ordibálni. Rendben van. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ide, és hogy kifizette az utat. Mindenféleképpen értesíteni fogjuk. Na, visszavigyem esetleg az urat? Tessék? Inkább azért, ugye most nem tudom, inkább minél több emberrel szeretnék beszélgetni. Nem tudom. Hát nézd, ott az a két úr, hogyha szeretne lefárasztani magát, akkor velük lehet beszélgetni. Ha vevők beszélgetésre is lehet. Biztos vevők beszélgetésre, engem már kellőképpen lefárasztottak. Na uraim, segítetek még valamiben? Tehát így 40 perc után csak sikerült nem megbeszélni a dolgokat. Mi ez 40 perc volt? Ez annyi volt kb. Igen. Számolja? Nem, csak elég hosszú ideig itt áldogáltak. Nekem addig volt egy ilyen idézőjeles állásinterjúm. Igen? Döntsél akkor. Ja. Tessék? Ja, neki mondom, hogy döntsön akkor. Döntsön akkor ő. Akkor nem kell, mondjuk. Nem kell. Nem. Rendben. Gyere. Rendben. Viszont látásra. Nem gondoltam én se komolyan ezt a beszélgetést. Esetleg a Cyberbarba elfogyaszt valamit? Visszavigyem oda? Inkább maradok itt, lefekszek, aludj egyet. És fáradt vagyok. Nézzen, hát válaszol, amelyik pad szimpatikus, ott lehet nyugodtan pihenni. Jó, elmentettem az urat. És akkor bármi igen? Van, csörgessen, írjon valami. Rendben van. Így. Én amúgy bármikor szolgálatba tudok állni, úgyhogy ennyi. Rendben van, nagyon szépen úgy, köszönöm. Nem rabolom magának az idejét, biztos. Hát ne is, persze, dolga. Igen, rengeteg dolgom van. Kellem nagyon sokat dolgozok, viszont kívánom viszlát. Viszlát. Jaj.